Nicsa, csubi, csőt, tészta, csokolád és traktorkerék, szavaztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő gépteszt videóval. Ki fogunk próbálni kettő gépsárkányt, az egyik nem lesz más, mint egy 88-as Tátra, ami modolt, és a játék nagy klasszikusát, egy 88-as Mast, amit gyakorlatilag az összes játék videómba kis maznak szoktam emlegetni, és kezdjük akkor a tesztet. Arra gondoltam, hogy akkor a D537-es mazzal indítsuk meg ezt a folyamatot. Ezt azért csináljuk, mivel tudom, hogy mindenki a Tátrára kíváncsi, de nézzük meg először ezt a vadállat, brutál, hatalmas, nagy maszt, ami szerintem rettenetesen sokat fejlődött a játék. Ugye már nagyon régóta játszom ezzel a játékkal gyakorlatilag, még a Spin Tires első részének a beta verzióját, a legelső verziójával toltam legelőször, és abban már még nem volt annyira jó ez a maz. Viszont az újabb részekben már sokkal fürgébb, sokkal gyorsabb és erősebb. Na, srácok, akkor induljunk. Nifizár minden bekapcsolva. Nyomok egy kövér gázt, meg egy stopper indítást, és már nyomjuk is neki. Tényleg roppant kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog teljesíteni, és hogy melyik fog jobb lenni, és hogy egyáltalán mennyire fognak végigmenni ezek a pályán. Ugye, talán ezek a legnagyobb gépek eddig, amit így próbáltunk. Nézzük, hogy gyönyörűséges, annyira gyönyörűséges, annyira jó meg van oldva, nézzétek a két hátsó tengelynek, főleg ugye, hoppá, kaptunk itt, még soha nem kapott damage-t egyik járműse, viszont rengeteg HP-ja van, 800 HP-ja van ennek a gépnek. Gyakorlatilag egy ilyen libikókoszerűen van megoldva, egy ponton van felfüggesztve, és akkor ugye úgy mozog a kettő darab tengely, jó, amik teljesen remélzetesen külön is. A jobb és bal is külön is mozog. Annyi egy kicsit probléma jár, mivel hogy teljesen nehezen fordul, mármint a kormány balra jobbra és jobbra balra nagyon-nagyon nehezen fordul át. Na és akkor most jön egy olyan rész, amitől mindig szoktam félteni a gépeket, és ez viszont eddig a V12-es motort pillanatra sikerült meglátni, és ez is közös ugye a két járműben, hogy mind a kettőben V12-es motoron. Igen, az eleje egy kicsit lent van, de egyébként máshol úgy látom, hogy nem nagyon zsérül most a bal hátulján az előbb még. Igen, kapjuk, a lökhárító szerintem azt egy kicsit meghajtogattuk az elejét, de azon kívül teljesen jól működik eddig minden nagyon szuperul. Hát ezek a lengés csillapító gyerekek, hogy lekövetik a helyzetet, a terepet, azt nézzétek meg, ott hátul érdemes azokat megnézni, azokat a kerekeket, hogy mozognak. Ugye ebbe a gödörbe mindenképp belemegyünk, itt a végén van egy gödör. Írta valaki ezelőtt, hogy ebben miért megyek be, hát ez minden járművel ugyanúgy próbálok menni. Ja, és nyilgáz, igen, nyilgázon. Kíváncsi leszek, hogy melyik lesz. Én úgy gondolom, hogy a Tátra az egy kicsit könnyebb jármű, ugye szintén ugye vékonyabb kerekekkel rendelkezik, viszont a maz... Az egy erősebb talán, erősebb, masszívabb jármű. Nagyon, tényleg nagyon kíváncsi vagyok rá. Gyakorlatilag 110 dimist nyeltek be, vagyis nyelt be ez a gép. Én úgy gondolom, hogy ezen a részen, ahol gyorsabban tudunk menni, és ugye kisebb gödrök vannak, itt én úgy érzem, hogy nem fog nagyon sok dimist bejönni, mivel... Itt tényleg az ilyen hirtelen ütések azok, amik számítanak, de itt annyira nagyok a kerekek, annyira balonosak a kerekek, és annyira hosszúak a rugóutak, hogy én úgy érzem, hogy azt akartam mondani, hogy nagyon sok dimist nem fogok bekapni, és egyébként oké, hogy kaptunk be, de nem sokat, úgyhogy nem veszélyes ez még mindig. Hú, nagyon kíváncsi vagyok. Ugye a legjobb időeredmény az talán mennyi volt? 9-20 az Uralnak. Hát én nem hiszem, hogy azt meg fogjuk ütni, bár még minden lehetséges gyakorlatilag, gyerekek. Ezzel a géppel egy olyan folyamatos tempót tudok diktálni, amit lehet, hogy nem tudnék minden géppel diktálni, és a sárra rettenetesen kíváncsi vagyok. Nem tudom, kíváncsi vagyok. Írjátok meg, hogy melyik lesz a jobb, a maz, vagy pedig a Tátra. Én nem tudom, azt mondanám, hogy a Tátra, csak az a probléma, hogy a Tátra lehet, hogy jobban sebződik, kevesebb HP-ével rendelkezik, és tényleg jobban sebződik. Talán egy kicsit alacsonyabb, kicsit mondjuk ugye papírabb jármű, mint egy ilyen maz. Ugye a Tátra az talán milyen? Az talán csehszlovák? Cseh? Járműnek titulálnám, ugye? Jól mondom? Ugye a maz az meg vérbeli orosz. Múltkor láttam egy mazt egyébként, ugye vannak ezek az utcai mazok. Én Zalában nagyon nem szoktam mazokkal találkozni, Győrbe most egy ilyen billencs mazt láttam, nem olyan rég.
De ez a régi, nagyon régi utca, egy nagyon masszív, brutál felépítmény volt egyébként, szerintem a hátsó hídból kiöntöttek volna 5 darab ventót, annyi acél tartalmazott. Nagyon jó, itt igen, igen. És az, hogy tényleg, appá, ott lecsapódott egy kicsit, ugye nagyon nagy súly, úgyhogy amiatt kaphatja a sebzést. Nagyon, nagyon szépen megy, nagyon szépen megy. Tudjuk, tudom diktálni azt a folyamatos nyílgázom, ezt a sebességet. Remélem, hogy a hangerő lehet, hogy egy picit halk lett, gyerekek, most, de most már nem állítok, és nem akarok itt megállni amiatt, hogy hogy a hangerővel bíbelődjek. Nagyon jól megy, 4.22, ugye 5-nél fordultak általában a gépek ott, itt a rönkök után, arra kíváncsi leszek, hogy ez mennyinél fog fordulni. Nagyon szépen egyenletesen megy, én mit tudok mondani a járműről? Csak jót. Eddig gyerekek, eddig csak jót tudok mondani róla. Nagyon szépen meg van csinálva, nagyon szép a mozgása, ami dicséretes, hatalmas kerekekkel rendelkezik, ráadásul 8 és 8 darab hajtott, úgyhogy az... Néha azért odavernek neki, ugye felpattanó fák ilyenek. Szépen megy, teljesen korrekt verda. Ugye rettenetesen orr nehéz, ugye hátsó részen gyakorlatilag semmi nincs, ugye oda vagy nyereg szerkezetet tudsz csatlakoztatni, vagy pedig ugye különböző felépítményeket lehet. De tényleg gyönyörű, nekem ez nagyon tetszik ez a gép. Ugye tényleg hasonló felépítésű ugye a... Hopp, nem ide megyünk be, oké, okay, jó. Vesztettem 2 másodpercet, majdnem bementem ide. Na, sárba nem tudom, rettenetesen nehéz, úgyhogy azzal lehet problém. Igen, igen, kezdődik is a problém, az még jól megy. Viszont nagyon, tényleg nagyon nehéz ugye. Nem tudom hány tonna, de szerintem egy 15 fölött van. Ez jól megy. Igen, és itt lesz a mélyebb része a sárnak. Hát igen, itt. Itt nyomunk neki ugye ezt a manuál egyet, amit szoktunk. Viszont a 8 darab hajtott keréknek köszönhetően egész jól tolja magát, de tényleg azért amiatt ugye, mert hogyha egy nehéz egy jármű, akkor ugye tankoknál van ez a 3 darab pont, ami ből ugye őt összetevődik, hogy mennyire használható, ugye ott van a tank, magánál, a harckocsiknál, a tankoknál, ugye, hogy a gyakorlatilag a mozgékonyság, a páncélzat és a tűzerő hármasát szokták ugye megadni, és ugye ebből próbálják, ugye ebből a háromból próbálnak egy olyan tankot összehozni, mindig ugye a készítők és a fejlesztők, ami mindenképp minél hatékonyabb legyen, ugye. Mivel ugye minél mozgékonyabb a tank, akkor ugye kell lefaragni ugye a páncélzatból és a tűzeréből, mivel ugye az ágyú és a páncélzat is ugye nehéz, és az ugye csökkenti a mozgékonyságot, viszont hogyha azt akarod, hogy páncélozottabb legyen, tehát védettebb legyen a tank, akkor a mozgékonyságból kell lefaragnod, és ez mindig egy ilyen örök dilemma ugye a tankészítésben, hogy melyikre rakják a hangsúlyt, természetesen attól függ, hogy mire akarják használni a tankot. Egyébként ezt ugye a második világháború a T-34-es rettenetesen jól eltalálta, ugye például ott volt mondjuk a Tigris, meg a Tigris 2, ugye a Király Tigris nemű tank, ugye a Panzer 5-ös és a Panzer 6-os, és akkor itt nyomunk egy automatát, amiknél ugye nagyon hatalmas, meg például ott volt a Mauz, ugye, amiben hatalmas nagy volt az a része, ugye ebből a három összetevőből, ami nagyon hogy védett volt, és nagy tüzelő volt, viszont ugye a mozgékonyságának köszönhetően ugye nem biztos, hogy ez jó volt, és a T-34-es a második világháború elég jól eltalált konstrukció volt, ezt a hármast, ezt ugye tudta ötvözni, és ugye ez a telepjáróknál is ugye, igaz a tüzelő az nem, viszont a ugye nem a páncélzat, hanem gyakorlatilag... Azt igen, gyerekek! Mivel ugye meg volt beszélve, hogy nyílgázon megyek végig. És ez brutálisan hatalmasat kapott. Ez úgy orrba vágta magát ez a gép, hogy az hihetetlen. És megint megpróbál. Ugye meg... Figyeljetek, nincs olyan, hogy szabályok... Igen, és itt megint manuálba kell paroknom, mert ugye megint ott vált, rosszul vált, nem jól vált, nagyon lassú a váltó, ugye nem teszi egyből vissza neki, hanem ugye legurul, ez rossz, ugye. Úgyhogy ez egy megint egy negatív dolog volt, ugye most rakom vissza automatába. Ezt a Tátrával is így csinálom, és minden járművel, szóval ezt ne írjátok, hogy jaj, hát nem mentél volna neki, akkor jó lett volna. Nyílgáz. Ez volt megbeszélve, hogy ugye, hogy fölfele végig nyílgáz. Ezeken a helyeken mindig nyílgázzal megyünk.
És akkor ugye most jön a folyós rész, vagy a tavas rész. Itt is végignyelgáz, ugye. Tényleg itt nem. Nincs az, hogy egyik nem ilyen szabály, másik nem olyan szabály, végig ugyanazt a szabályt alkalmazzuk. Nyilgáz automata esetleg egyes, hogyha nem tud felmenni. Vagy elemenni, vagy akármit történni. Tenni, értitek. Na, az első jármű, ami kapott egy kis dimis, de hát ugye embéletlenül. Nyomunk egy azért belső nézetet, megnézzük ugye hogy van kidolgozva, hát teljesen puritán urilány az egész. Gyakorlatilag ugye ezek a nem modolt járművek, ezek nagyon-nagyon nem jól vannak textúrázva. És nézegetem közben itt az időeredményt, hát nagyon szoros. Nagyon szoros a többi eddigi járművhez képest, ugye 9-29 másodpercnél tartunk, és a nagy átlag az egy ilyen 10-30 és 11-30 körül mozgott, ugye eddig az ural volt ettől nagyon eltérő, az 9-20-szal végzett. Viszont tényleg 10-40 vagy 9-45-nél tartunk, szerintem ez egy ilyen, ez egy nagyon közepes, viszont ez egy nagyon közepes időeredményt fog futni. Én azt mondom, hogy a Tátra egy jobb időt fog futni, ha nem töri össze magát. Ez az én véleményem erről. Hogyha nem fogja összetörni magát a Tátra, akkor egy egész jó időt fog menni. Hát 10 perc, 10 másodpercnél járunk. És fordul. Igen, egy kicsit lomha a gyerekek, nagyon lomha, és viszont annak köszönhető, hogy lomha, hát egy fele HP, a 400 damage lement róla, a Tátrától féltem, nagyon Tátrát nagyon féltem, de az így ehhez képest ugye nem egy ilyen masszív jármű. Nagyon féltem, ugye ez egy közepes, középenrendezési motor, és ugye én néztem egyébként 10-30 másodperc volt, úgyhogy a Kirovesznél és a Rábánál jobb időt futott, a Zuralnál rosszabb időt futott, ugye, viszont a Kraznál jobb időt futott. Na gyerekek, akkor nyomunk egy restartot. Akkor 10-30, ugye? Legyen 10-30. És akkor nyomunk egy restartot, és akkor megpróbáljuk ugye a Tátrát. Nekem az nagy kedvencem volt mindig, viszont tényleg féltem egy kicsit, hogy szarrá fog sebződni. Jó gyerekek, ugyanúgy ugye semmilyen felépítménnyel nem fogjuk ugye ellátni. Összkerék, diffi. Érdekes, az összkereket nem engedi kapcsolni, szerintem ugye gyárilag összkerék a kicsike. Szép a jármű, jól néz ki. Nem tudom, féltem. Kicsit talán kisebbek, sőt, kisebb mint a maz. Kisebb kerekekkel rendelkezik, ettől ezzel ugye az a probléma lehet, hogy sokkal inkább könnyebben sebződik, ugye. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok gyerekek. Na, figyeljetek, akkor 1, 2 és 3. És elindítottam ugye mindent. Érzem, hogy gyorsabb, mint a maz. Nagyon minimál, hogy nem veri le az elejét. Ez nagyon szépen megy. Szépen megy, másfajta lengéscsillapítást használ. Más elrendezésű gyakorlatilag. Nem ugyanaz, mint a maz. Így befele dőlnek a kerekek ugye. Gyakorlatilag a féltengelyek, amik vannak hátul. Jaj. Féltem, nagyon féltem. Áttől féltem, hatalmas sebződés. Hatalmasat kapott gyerekek. Tehetesen féltem. Féltem ezt a gépet is attól, 46. Azért féltem, mert szeretem ezt a járművet, és nem akarom, hogy szarul végezzen, de nem kivételezhetek vele, úgyhogy nyilgázzal megyek, mint az őrült bele a halálomba. És akár, igenis, az eleje. Ezeknek a gépeknek mindig az eleje, ugye. Ugye van egy olyan adat a terepjáróknál is, hogy milyen szögbe tud gyakorlatilag így felkapatni, milyen szögbe. És már 422 damage, és hogyha az egyenes terepen meg fog minket szivatni, hogy belever ugye a... Akkor baj lesz. Baj lesz, érzem, hogy baj lesz. És a legvégében is beledurrantunk 100%-ig. Igen, 176, mert nem hagyhatom ki, mert ez a szabály, hogy nyilvánházan gyerekek. És már 598 damage. 598 damage. Viszont gyorsabb, hogyha bírja, akkor én úgy érzem, meg fogja verni a maszt. Hogy bírja.
És ez tényleg azon fog múlani, hogy bírja. Ugye egy gyorsabb jármű mindig itt tud elvérezni, hogy hiába lehet gyorsabb, hiába tényleg gyorsabb, de ha nem elég masszív és nem elég, és ettől félek, ettől az egyenes szakasztól most, ami indul, attól nagyon félek. Szép, eddig szép, és most jön egy nagyon rossz szakasz. Igen, itt szoktak kapni, itt. Igen. Jó, és itt kimegyünk egyenesen már. Nem olyan rossz. Nagyon szépen működik. Ugye ennek több verziója van ennek a járműnek, van ilyen különböző turbós, meg mindenféle verziója, ez az alap Tátra. V12-es motorra semmi extra. Jól megy gyerekek, 5x5. Legmagasabb sebességi fokozatban nem vált vissza, az nagyon jó nekünk, mert ugye nem egy az, hogy nem lassul, másik az, hogy nem bibelődik a váltással, nem megy el idő. Eddig én úgy érzem, hogy nagyon jól megyünk, gyerekek, baromi sokat sebződik, de nagyon jól megyünk. Ugye ennek 1000 HP-val rendelkezik, ugye a maz az 800-zal, ami nem túl reális, mert én úgy érzem, hogy papírabb ez a jármű, mint az a nagy maz, vagy kis maz. De talán azért valamennyire reálisan meg csinált járművek. Mindenképpen olyan járműveket akarok válogatni, leginkább az elején, hogy nem csitesek. Ne az legyen, hogy milyen több millió HP-val rendelkező gépekkel tudjuk menni, vagy pedig olyanokkal, amikor nem reálisan közlekednek. Ez úgy érzem, hogy ez egy reális jármű. És ez nagyon repült. Ez miért sipol folyamatosan? Ez valamit írtatok, hogy valami a motor vagy a hűtésnek köszönhetően van ez a folyamatos turbina hangja ennek a gépnek. Okay. Ugye általában 5 percnél szoktak fordulni a masinánk. Ott a, mármint ennek a rönköknek a végén, és itt ugye megint nyilgázzal vágtatok rá a rönkökre, ugyanúgy kb. Hogy minden járművel. Sőt. Egész jó. Egész jó, gyerekek. Egész kellemesen közlekedik. Ugye kisebb kerekű járműveknél probléma lehet az, hogy az ilyen röntgöket nem olyan könnyen abszorbálja. De úgy látom, hogy itt most ez elég kellemesen megoldódik. Ennyi. És ugye 5 percnél szoktunk fordulni, 4.39 gyerekek, 4.39, ami jó időjelménynek számít. Kíváncsian várom, hogy fogja a sarat. A sárba az ott rengeteg idő elveszhet, ugye talán ott időznek legtöbbet a járművek, és ugye ez arányaiban ott veszíthetsz legtöbbet. Na srácok, beeredtsük neki, úgy. Ez belevágódott keményen, ugye. Nagyon szépen. Ó, gyerekek, ilyen gyorsan sárba még jármű nem láttam menni. És ezt komolyan mondom. Upsi, itt egy kicsit van problém. Viszont ugye itt manuál. Itt az legelején a sár legelején egész kellemesen közlekedett. Viszont itt már ugye a kisebb kerekek hátránya az, hogy baromira durván fennakadt. Jó, gyerekek, ne! Ejjjj! Ez nagyon durván felhasonl a gyerekek. Nagyon alacsony. És nagyon durván felhasonlva. Ugye hiába is raknék automatát, nem fog jobban menni, gyerekek. Az a baj, hogy felhasaltunk és forognak a kerekek. És a Tátra, gyerekek. Itt veszik el a dicsőség. Itt veszett el a dicsőség, gyerekek. Itt annyi időt fog veszíteni, hogy itt. Sajnos ez beláthatatlan következményekkel jár, szóval jobban mondva inkább belátható következményei lesznek, mivel itt annyira felhasal, hogy ez nem fog tudni időben kijönni innen. Nagyon gyengén bánszorog.
Próbálom tekerni, forgatom. Nagyon szépen indult az elején, de hiába indult szépen az elején, hogyha a mély sár. Nem szereti a mély sár a gyerekek. Nagyon nem szereti. Ó, srácok, de nagyon sajnálom. De nagyon sajnálom, de itt ez a Tátra ez. Ez borzalmasan alacsony, és ugye látjátok, hogy gyakorlatilag végig, még ugye nem csak a kereknél van letaposva, hanem ugye ez lehasalt. Ez lehasalt. És még nagyon sok van vissza, és nagyon-nagyon el fog úszni. Pedig ez egy nagyon szép jármű, és egy nagyon jó jármű, csak sárba revéd bele, nagyon még sárba nevéd bele, mert itt baj van. Bajba kerül. Ugye pont annyira nehéz, hogy elsüllyed, és te pont annyira nem jó, ja, nem elég magas, hogy ne hasonljon fel. Na, itt talál valami, megindul. Ugye középen, igen, igen, látjátok, hogy végiggyalulta ugye a hasával a sarat, és ez nagyon megfogja a járművet. Ugye tudjátok, hogy egy terepjáró is ugye felhasol, akkor ott nagyon vége van. Jó, most elindultunk, 8-15, nagyon-nagyon sok idő elment. Ott látjátok, hogy ott azon a részen le volt hasalva, és az nekünk az amit tudom, az a 15 méter az elég volt ahhoz, hogy ezt elveszítse ezt a verseny. Erről beszéltem, hogy egyik jármű lehet nagyon gyors, a másik jármű lehet tudom, nagyon nehéz, de itt az optimális összhangot, azt az együttest kell megtalálni, hogy minden összetevője jó legyen. Értitek? Ne, azért nem jó például két járművet összekötök és elkezdem őket húzni, és na, akkor ez volt a jobb. Nem. Nem azért jobb egy jármű, hanem azért, mert tudom én, lehet, hogy egy úthengert összekötsz egy MTZ-vel, lehet az úthenger fogja elhúzni, mert mit tudom, jobban tapadott, de lehet, hogy egy sárba beviszed ott meg már nem. Úgyhogy ezeket az összetevők együtt adják meg egy járműnek a képességeit. És elbuktuk, és 9-18 is rengeteg, ez nagyon sok idő, gyerekek. Itt már hiába, ez már nem fogja behozni. És ugye nyilgázon természetesen, és 52 damage, és nem, és ne haragudjatok, de nem szállhatok le a gázról, mert így van. Igen, és itt így van ugye a szabály, hogy nincs gázról leszállás. És ne akar, és váltogatni akar. Nem jó van megcsinálva a váltó, mert nem kellene váltogatnia, nem kellene erőlködni a váltással. Ugye próbál, erőlködik ugye a kettesbe felrakni, fel is rakta kettesbe, és vissza kell majd váltani a egyesbe, hogy valószínűséggel, és nem váltod vissza, jaj de jó, nagyon örülök ennek végre. Sőt, egy hármasat tett neki, az egész jó volt. Ugye az optimálisan szépen beállított váltónál ugye nem feleslegesen nem próbál felváltani, vagy utána leváltson, meg fordítva se, hanem akkor abban a sebességi fokozatban hagyja. Itt ugye megbeszéltük, hogy nem 100%-ot nyomom lefele, mert nem itt akármilyen járművet összetörsz, hogyha nyilván lefelé mész. Ja. És az a baj, gyerekek, hogy elúszott, oppá, elnézést, ránéztem a izére. 10-40. Hogyha még itt ezt a kis kitérőmet nem is számoljuk, akkor is az egy 5 másodpercet ad. És úgy látom, hogy ebbe befolyik a víz. Viszont. Ebbe befolyik a víz viszont. A belső tér az nem kifejezetten. Ó, egész jó. De. Nézzétek. Egész jó kidolgozott ott az a textúra. Ugye itt viszont ennek itt van a motorja, ugye ormotoros. Ugye a maz. Az egy ilyen középső elrendezésű, ugye a pilóta fülke mögött helyezkedik el a motor. Nagyon sokat sebződött. Nagy retteltesen orr nehéz. Ugye a teljesen elől lévő motornak köszönhető, retteltesen orr nehéz a gép. Gyors, fürge, mozgékony, viszont nem. Én ebben a járműben rettenetesen biztos. Én arra gondoltam, hogy ez a jármű, ez lesz a number one, ez az first. Ez lesz az, amelyik megveri az összeset, de nem. Kicsit még féltem is tőle, hogy ez a jármű lehet, hogy túl csites lesz, és lehet, hogy nem kellene meg mérettetnem.
De nem, gyerekek, ez a legutolsó eddig. És, ez, és még a Kraz is megverte. Nagyon sokat bukott a sárba. De ugye ezért jó ez a tesztpálya. Mert itt mindenféle formáját és mindenféle oldalát ki tudjuk próbálni ezeknek a járműveknek. És most, és 12-18. És ezzel az utolsó helyen van a Tátra. Pedig ez egy nagyon jó jármű, csak ugye vannak olyan oldalai, amik nem megfelelőek. Amik nem elölgyesek, és ezek most kiderültek. Na, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!